Az elmúlt években több mint 90 milliárd forintos forrás jutott a megyébe a terület és település fejlesztési operatív program keretéből. Az összegből a 33 település magába foglaló hatos számú kerület több mint 15 milliárdhoz juthatott hozzá, mondta el 35 perc című műsorunkban a térség országgyűlési képviselője. Ebből 13 bölcsőde újul meg, illetve épül föl. 7 óvoda, 16 iskola, ez összesen 9 milliárd forintot jelent, úgyhogy a rendszerváltás óta a legnagyobb volumenű, a legnagyobb értékű közoktatási és köznevelési fejlesztések ebben a ciklusban valósulnak meg. Balkányban Piricsén és Nyírbogáton már elkészült az új bölcsöde. Bíriben és Nyírvasváriban hamarosan, fehérton Mária, Pócson, Nyírlugoson, Nagykelóban és Kislétán pedig két éven belül adhatják át az új intézményeket. Szintén topos forrásból épültek és újultak meg egészségházak a térségbe, mások mellett Mérken, Nyírbogáton, Nyírmihájdiban, legutóbb pedig Nyírgelsén. A politikus szerint ezeknek a fejlesztéseknek a népesség megtartásban is nagy szerepük van. Ugyanezt a célt szolgálja a Magyar Falu program is, amelynek köszönhetően szintén jelentős fejlesztések valósulhattak meg a választókerületben. Az elmúlt évben 51 néhány pályázat volt sikeres. Itt kisebb volumenű pályázatokról van szó, adott esetben tanyabuszvásárlás, közösségi tér felújítás néhány millió forintért. És ilyen formán az egy egészen más célcsoportnak a helyben maradását szolgálja a Magyar Falu program, azonban sikeres, ezt kell, hogy mondjam. Az útfelújításokra most háromszor annyian pályáztak, mint amennyi lehetőség volt, és ez ugye a 33 településből azért 20-at megérintett. A képviselő, aki tagja a Parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának, beszélt arról is, hogy itt is rendszeresen téma volt a koronavírus járvány és a helyzet megoldását segítő javaslatok. Mint mondta, több olyan rendeletet hoztak az elmúlt hónapokban, amelyek számos területen megkönnyítették az emberek életét.